Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Egy igen jeles alkalommal ülünk most itt, és szeretném rögtön megragadni az alkalmat, hogy bemutassam a mellettem helyet foglaló kedves vendégeinket. Először is Vona Gábort, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnökét, aki országjárása során Mezőtúra látogatott a mai napon, és erről majd egy néhány mondatot fog szólni önöknek, illetve Gyüre Csaba országgyűlési képviselő barátomat, aki pedig azért ül itt, mert az ő révén tudott a mezőtúri szervezet, a Jobbik mezőtúri szervezete irodát nyitni a településen. Én úgy gondolom, hogy mérföldkő ez a szervezetünk életében, hiszen igen jelentős erőt képviselünk ma már mezőtúron és országosan is egyaránt, és méltó az egy a kormányt leváltani szándékozó szervezet részéről, hogy egy irodát nyisson és egy irodát tartson fönt a lakosság számára elsősorban, hiszen terveink között szerepel az is, hogy rendszeres nyitvatartással lakossági megkereséseknek adunk helyet, illetve az igényeket igyekszünk kielégíteni, amely a lakosság felől érkezik, megkereséseknek és egyéb igényeknek megfelelően. Én azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk a frakciónak és természetesen Gyüre Csaba országgyűlési képviselőnek, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy egy ilyen méltó környezetben, a város szívében fogadhatjuk a Jobbikkal szimpatizáló kedves mezőtúri lakosokat és a Jobbikkal talán nem szimpatizálóakat is, és ezáltal ugye őket megközelítve, őket bevonva a társadalmi kommunikációba, beszélgetésekbe talán bizton készülhetünk egy nagyon jó 2018-as választási kampányra, és egy reményeink szerinti győzelemre nem csak a 4-es számú választókerületben, hanem az országban egyaránt. Én ezzel a bizakodással és erővel szeretném zárni a mondani valómat, és még egyszer köszönettel tartozunk a jelenlévőknek, és átadjuk nekik a szót, vagy átadom nekik a szót, elsősorban Gyüre Csaba országgyűlési képviselőnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait, a mai sajtótájékoztatón. És nagyon fontosnak tartom, hogy itt Szolnok megyében, Mezőtúron sikerült egy irodát nyitni. Én egyébként Szabolcs-Szatmár Bereg megyében lakom, akkor akár meg is kérdezhetnék, hogy miért nyit egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Jobbikos országgyűlési képviselő itt irodát. Hát akkor elmondom, hogy én félig meddig Szolnok megyei vagyok, hiszen édesanyám révén ő Szolnok megyei, Jásznadkun Szolnok megyei, rengeteg időt a nyaraimat általában gyerekkoromban mind itt töltöttem. Jásznadkun Szolnok megyébe. Nagyon szeretem ezt a megyét, és ezért nagyon örültem annak a megkeresésnek, amikor lehetőség volt arra, hogy itt a megyében, Mezőtúron nyissak egy irodát, és a keret is megvolt hozzá, és nagyon örültem, hogy végül is, hát szinte hazajövök, hogyha idejövök Jásznadkun Szolnok megyébe. Én bízom abba, hogy ez az iroda nagyban hozzá fog járulni, hogy még ismertebbé tesszük a Jobbik nevét, és öregítjük a Jobbik nevét itt ebben a térségben, és hozzájárul ahhoz, hogy 2018-ban Jobbik megnyerhesse a választást itt is, és egyébként bízunk abban, hogy országos szinten is meg fog történni. Úgyhogy ez az iroda, én azt gondolom, hogy ennek egy kisebb állomása lesz. Én szeretnék itt fogadóórákat is tartani, és így a lakossággal jobban megismertetni a Jobbik Magyarországért mozgalomnak a politikáját, még közelebb hozni az emberekhez, a helyi emberekhez, a mezőtúri emberekhez, a környékbeli emberekhez a Jobbik politikáját, azt a nemzeti politikát, amelyet mi folytatunk, hogy jobban megismeressék az emberek. És azt gondolom, ha itt rendszeresen találkozhatnak akár a megyei elnökkel, akár a helyi elnökkel, akár a Jobbikos országgyűlési képviselővel, az mindenképpen mindenkinek a javára fog válni. Bízom abban, hogy ezért ez az iroda itt egy lépcsőfok ebben. Köszönöm szépen! És akkor megkérem Vona Gábor elnök urat, hogy néhány szóban a mai eseményekről, mai élményeiről számoljunk. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a sajtótájékoztatónkon. Először én is az irodához, ha megengedik, mondanék egy pár szót, mert mindig nagy öröm, hogyha egy településen Jobbik iroda nyílik. Ez itt Mezőtúron azt gondolom, hogy már nagyon szükséges volt, hiszen nagyon sok támogatást kaptunk mindig is ettől a várostól, és nagyon bízom benne, hogy ez a támogatás még csak nőni fog. Hiszen Jász-Nagykun Szolnok megyében, hogy kicsit tágabb szempontból nézzük a
Jobbik helyzetét. 2018-ban minden egyes egyéni mandátumot szeretnénk elhozni, és a 2019-es önkormányzati választásokon pedig a lehető legjobb eredményt, és a pártok rangsorában a legjobb eredményt szeretnénk elérni, és bízom, hogy Mezőt úrnak 2019-től Jobbikos polgármestere lesz. Ez az iroda szeretettel lát mindenkit, aki egyetért a programunkkal, szeretettel lát minden olyan embert, aki nem ért egyet a programunkkal, mert még nem ismeri, és szeretné megismerni, de olyanokat is vár, akik nem ismerik a programunkat, de ennek ellenére sem értenek vele egyet, mert ezekkel az emberekkel is szeretnénk párbeszédet folytatni, vitát folytatni, konstruktív, értelmes párbeszédet, hiszen ez viszi előre a világot. A Jobbik programja, én azt gondolom 2010-ben is és 2014-ben is egy nagyon felelős és nagyon jól átgondolt program volt. Ez 2018-ban is így lesz, és nem azért, mert azt mondanám, hogy mi vagyunk a legokosabbak, vagy csak mi vagyunk okosak a magyar politikában, máshol is vannak nagyon okos emberek, de egy dolgot mindenki el szokott felejteni, ez pedig az, hogy egy program akkor igazán erős és akkor igazán jó, hogyha minden nap csiszolják, ha minden nap ütköztetik a valósággal. Egy bizottsági teremben, egy íróasztal mellett megírt program, az lehet nagyon jó, de bármikor aktualitását veszíteti egy-egy gondolata, pontja, része, hogyha nincs kitéve az állandó szembesítéssel, ha nincs kitéve az állandó vitának. És az az országjárás, aminek a keretében most én itt lehetek ennek az irodának az apropóján is Mezőtúron, az pontosan arról szól, hogy a Jobbik programját az folyamatosan csiszoljuk. Én a heti programomnak az alakítása során talán nem veszik ezt, hogy mondjam, ilyen nagy képviselőnek azt mondom, hogy hát bőven van dolga a Jobbik elnökének, meg bőven van programja, de mégis igyekszem úgy szervezni az életemet, hogy hetente két napot arra tudjak szárni, hogy az ország valamelyik pontjára elmenjek, és ott eltöltsek egy egész napot, lehetőség szerint reggeltől estig, és amennyit csak lehet megismerjek az adott településről, vagy az adott régióról, környékről, minél több emberrel találkozzak, beszélgessek, és nem azért, mert ugye mondhatná esetleg erre valaki, hogy ez milyen könnyű munka. Az ember eljön ide Mezőtúrra, beszélget, egy kicsit a sajtóval is találkozik, ide megy, oda megy, hát mi ebbe a feladat? Azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz és nagyon komoly koncentrációt igénylő feladat, hiszen én minden egyes emberrel való találkozás, vagy minden egyes intézmény látogatás, vagy bármilyen jellegű program során mindig a Jobbik programjával a fejemben érkezem, és mindig azt keresem és azt kutatom, hogy van-e erre a Jobbiknak programja, erre a problémára. Vagy ha van, akkor az jó-e? Azok a visszajelzések, azok a válaszok, azok a felvetések, amiket én hallok, látok, tapasztalatok egy-egy ilyen nap során, az alátámasztja a Jobbik programját, vagy nem támasztja alá. Tehát lényegében órákon keresztül egy adott területen, egy adott helyzetben csiszolgatom a Jobbik programját, és amikor ez megtörténik, azt megbeszéljük egymással, átgondoljuk. Budapestre visszatérve a parlamentben megpróbálom törvényjavaslatok, vagy törvénymódosító javaslatok formájában megjeleníteni, és ezért vagyok benne biztos, hogy 2018-ban is nekünk lesz a legjobb a programunk. És hogy az már elhangzott, a Jobbik 2018-ban választási győzelemre készül, vagy a Jobbik, vagy a Fidesz. Lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, hogy ennyire szűk a menü, hogy A menü van, meg B menü, de ez van. Szerintem egyébként a Jobbik, mint az A menü nem rossz. És biztos, hogy jobb, mint a nevéből ítélve is, jobb, mint ami jelenleg van. Ugye minden magyar állampolgárt arra kérek, hogy ismerje meg a programunkat, és ne a Fidesz médiájából alakítson ki a Jobbikról képet. De lényegében azt gondolom, hogy ez lesz a 2018-as választások tétje. Vagy mi vetünk véget az orbánizmus álmunk futásának, vagy senki. Ez ennyire egyszerű. Nem lesz egyszerű feladat egyébként. Amennyire könnyű ezt kimondani, és amennyire egyszerű a képlet, annál nehezebb feladat lesz, hiszen az orbánizmus és a jelenlegi kormány egy mindenre elszánt, és az aljas eszközöktől sem visszariadó politikai erő. Az elmúlt hetekben nekem személyesen is volt alkalmam megismerni Orbán Viktor politikai vitakultúráját. Hogy Orbán Viktor hogyan szokott vitázni a politikai ellenfeleivel, hogyha mondjuk valamilyen szakpolitikai kérdésben másképp gondolkodnak. Mi van akkor, hogyha az ember esetleg az alaptörvény módosítást másképp gondolja, mint a miniszterelnök? Mi történik akkor vele? Milyen érveket kap? Most én azt gondolom, hogy azokból a támadásokból, amik az alaptörvény módosítás körül kialakult vita után a pártomat és engem személy szerint is érintettek, a következő következtetés lehet levonni. Ez a kormány egy felelőtlen kormány, és ez a kormány nem alkalmas az ország irányítására.
egy olyan politikai erő, amelyik a közéleti vita helyett az ellenfeleinek a karaktergyilkolásában talál csak megoldást, érvek helyett, az azt gondolom, hogy alkalmatlan arra, hogy ezt az országot vezesse, és bízom benne, hogy az emberek, a magyar társadalom képes lesz átlátni ennek az egész folyamatnak a mozgató rugóin. Hiszen szerintem napnál is világosabb, hogy mi történt. A Jobbik közölte az alaptörvény módosítás kapcsán azokat a feltételeket, illetve azt az egyetlen egy feltételt, ami alapján az alaptörvény módosítást meg tudjuk szavazni, vagyis hogy se a szegény, se a gazdag migráns ne lehessen Magyarországra telepíthető, se a szegény terrorista, se a gazdag terrorista ne jöjjön Magyarországra, és elmondtuk Orbán Viktornak és a Fidesznek, hogy szeretnénk megszavazni az alaptörvényt, hiszen mi kezdeményeztük, hogy legyen alaptörvénymódosítás, de fél munkában nem akarunk asszisztálni, fél megoldáshoz. Eljött az alaptörvénymódosításnak a pillanata, a miniszterelnök és a Fidesz nem vonta ki a letelepedési kötvényeket, így a Jobbik nem tudta támogatni az alaptörvénymódosítást, nem vettünk részt a szavazásban. De mivel nekünk fontos Magyarország megvédése, mivel fontos a számunkra az, hogy az országnak alaptörvényi védelme legyen, ezért benyújtottunk egy olyan alaptörvénymódosítást a héten, amely szóról szóra megegyezik Orbán Viktor által beterjesztett alaptörvénymódosítással, egyetlen egy mondat plusszal, ami ugye az alaptörvényben kizárná a letelepedési kötvények üzletágát. És akkor itt az igazság pillanata, várom azóta is, most már lassan egy hete, hiszen hétfőn nyújtottuk be ezt a javaslatot, várom a Fidesz érveit. A Fidesz érveit, hogy hát miért is nem támogatják a saját alaptörvénymódosító javaslatokat egy hét elteltével? Miért nem fontos most már nekik az alaptörvénymódosítás? Mi történt? Mert az a válasz, amit mondanak, hogy elment ez a hajó, elment, meg ez most már nem így lesz, meg ezek nem válaszok. Ezek óvodás szintű, duzzogós, sértődött válaszok. Az meg, hogy teriblekkel támadnak engem személy szerint, az meg azt gondolom, hogy nem az én szégyenem, hanem az övék. Úgyhogy én várom a Fidesz válaszát. Itt egyébként, ha esetleg a helyi médiát kéretem, akkor önöket is kérem arra, hogy akár a helyi országgyűlési képviselőjétől a Fidesznek kérdezzék meg, hogy ő egyébként miért nem támogatja a Jobbik alaptörvénymódosító javaslatát, hogy neki fontos-e az alaptörvénymódosítás, és hogyha ha nem támogatja, akkor miért nem? Tehát, hogy van esetleg erre érv is azon kívül, hogy a Jobbik az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Mert nekünk volt érvünk. A mi érvünk világos volt, azt mondtuk, szűnjön meg a letelepedési kötvény, és abban a pillanatban 24 órán belül megszavazzuk. Ezzel az érvrendszerrel lehet nem egyetérteni, meg lehet egyetérteni, ez politikai felfogás kérdése. De ez érv. Tehát ez egy világos álláspont. Mi a Fidesz álláspontja? Ezt kérném, hogyha lehet, önöket is kérem arra, hogy Boldog István országgyűlési képviselőt kérdezzék már meg, hogy neki mi az álláspontja most ebben a mostani helyzetben. Ne a múltról beszéljünk, a mostani helyzetről. Ebben a mostani helyzetben Boldog István miért nem támogatja a Jobbik alaptörvénymódosító javaslatát? Van erre érve, vagy meg kell nézni azt, hogy a riposzton mit írnak, és majd azt felolvassa? Tehát elnézést, hogy kicsit indulatos vagyok, de azt gondolom, hogy jogos az indulat, hiszen az ország megvédéséről van szó. Az elmúlt másfél évben semmi más nem hallottunk a Fidesz képviselőitől, mint hogy a hazát megvédjük, az országot megvédjük, Orbán Viktor megvédi még egész Európát is, mint egyfajta új Savoyai Jenő. Hát akkor hol van most Savoyai Jenő? És hol van Boldog István, aki szintén a parlamentben ott ül, mint országgyűlési képviselő, és ezeket a vitákat végighallgatja? Ennyit erről az alaptörvénymódosító kérdésről, és hát még egy témáról engedjenek meg, hogy nagyon röviden említést tegyek. A valódi nemzeti konzultáció keretében kiküldtünk egy kérdőívet az összes magyar háztartásba. Ugye minden magyar állampolgárnak nem tudtunk küldeni, ehhez nincs megfelelő anyagi hátterünk. Ahhoz volt forrásunk, hogy minden háztartásba küldjünk. Nagyon szépen érkeztek vissza, hála Istennek, azt mondhatom, hogy több százezeres visszaküldési arány lesz valószínűleg a végeredmény. És ugye itt, mivel háztartásokról van szó, van egyfajta szorzószám is, ami ezt az állampolgárokra vetítve majd a végső számot megadja. Van egy online gyűjtő is, azok számára, akik nem tudták visszaküldeni az éveket. De én ezen önökön keresztül és a mai sajtótájékoztatón keresztül arra kérek mindenkit, aki még nem küldte volna vissza, hogy tegye meg. Anonim módon és ingyen tudják visszaküldeni az emberek ezeket a kérdőíveket, az egészségügy, az oktatás és a korrupció kérdésében. És azért kérem őket, nem a Jobbik miatt, nem magam miatt kérem, hanem maguk miatt, az emberek miatt, hiszen a Jobbik ma Magyarország legerősebb ellenzéki pártja, az egyedüli alternatíva, és aki visszaküldi ezt a kérdőívet, a mi
kormányprogramunknak a megírásában tud szerepet vállalni. Hozzá tud járulni ennek a kormányprogramnak a megírásához, és lényegében én két dologgal kelek és fekszem, mint politikai feladat. Az egyik, hogy megnyerjük a 2018-as választást, a másik pedig, hogy utána Magyarországot visszaadjuk a magyar embereknek. Mert Orbán Viktor fenntartja magának ezt az országot. Orbán Viktor úgy áll Magyarországhoz, hogy Magyarország én vagyok, Magyarország az enyém. Szerintünk meg Magyarország a magyar embereké. 2009-ben is az volt a szlogenünk, hogy Magyarország a magyaroké. Akkor Gyurcsány Ferenccel szemben mondtuk ezt, meg az MSZP kormánnyal szemben, most Orbán Viktorral szemben mondjuk. Magyarország a magyar embereké, adja vissza a magyar embereknek, és ne tekintse ezt a saját tulajdonának. És a kormányzásunknak egy tisztességesebb, szabadabb és demokratikusabb Magyarországot kell teremtenie. Ezek a feladatok, amik mindannyiunkat motiválnak. Bocskolódhatnánk mi is egyébként, hozzáteszem, meg dobálhatnánk a sárt, vájkálhatnánk mások magánéletébe, kitalálhatnánk mindenféle dolgot, de a mi stílusunk más, nem fogunk beszállni a Fidesz mocsarába, mi elegánsan átlépjük az ilyen jellegű folyamatokat, átnézünk az ilyen jellegű folyamatokon, méltatlannak tartjuk az ilyen jellegű folyamatokat, és az ország valódi problémáival kívánunk foglalkozni, azokra kívánunk választ adni, és az emberekkel ezeket a válaszokat megvitatni, akár egy ilyen valódi nemzeti konzultáció keretében is. Úgyhogy mindenkinek, aki visszaküldi, én is visszaküldte, hálásan köszönöm, és arra kérem azokat, akik még nem tették meg, hogy küldjék vissza. Hát most így dióhéjban tudnám még folytatni a különféle politikai témák taglalását, de dióhéjban ennyit mondtam, vagy ennyit szerettem volna mondani, és amennyiben van kérdésük, akkor Tamás is, Csaba is, én magam is állunk rendelkezésükre. Nincsen kérdés. Köszönöm szépen a megjelenést, és hát adjon az Isten szebb jövőt itt Mezőtúron és Magyarországon egyaránt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.